Ezek a felvételek nyár végén készültek, de a mezőgazdasági járművek még mindig dolgoznak. Fontos munkát végeznek, amihez a földekről időnként a szilárd burkolatú utakra is felhajtanak. Jól látszanak a keréknyomok is. Ezeket a járműveket nagyobb oldaltávolsággal kell megelőzni, és a manőver a szokásosnál tovább tarthat. Ezért az előzést alaposan át kell gondolni. A főszabály pedig mindig a türelem. Mindenkinek egy fokkal nagyobb türelemmel kell ezeknek a járműveknek magában a követésében, és nem beszélve arról, hogy az előzésében részt venni. Számolnunk el arra, mint már említettem, hogy lehullhat erről valamilyen formában termény. Ennek a baleset veszélye ugye fennáll, akár a csúszás veszéllyel, de beszéltünk arról, hogy akár a szélvédő vagy a autóban okozott kár is ugye fenn van ebben az esetben. Aztán az előzése ennek a járműnek. Tessék arra figyelni, hogy mivel ha mellettünk jött föl a mezőgazdasági gépjármű, és földterületről elképzelhető, hogy a kerekek által nagyobb sebesség miatt a fent maradt sarat fogja dobálni akár a szélvédőre, illetve ha motorkerékpárral megyünk, akár a motorosnak a felső testét is ugye könnyen elkaphatja ez a sár maradvány. A szabály szerint a járművek vezetőinek a közútra történő felhajtás előtt a gumiabroncsaikra tapadt sarat és egyéb szennyeződéseket el kell távolítaniuk. Amennyiben azokat az úttestre felhordják, gondoskodniuk kell az eltakarításról. Az igyekezet ellenére is előfordul, hogy a föld egy része felkerül a szilárd burkolatú útra. Ilyenkor a magyar közút kézi erővel vagy seprűs kocsival távolítja el a szennyeződést. Ez nagyságrendtől függően akár 100 000 forintjába is kerülhet a társaságnak. Amíg a takarítás megtörténik, az autósoknak óvatosabban kell közlekedni az ilyen útszakaszokon. Ha megtörtént a baj, tehát megcsúszott a gépjárművünk, akkor mindenképpen az első és a legfontosabb, ne kapkodjunk, ne essünk pánikba. Ilyenkor szokott történni az, hogy úrunk, a fékre rántjuk a kormányt, és a csúszás veszélyt még jobban megszorozzuk azzal, hogy a csúszós talajon blokkoljuk a fékeket, főleg ha régebbi kiadású és nincs rajta ABS, ami ugye ebben segítene. Kormányzással elrántjuk a kormányt, ekkor történik meg a legnagyobb baleset, a frontális ütközés, vagy a úttest mellett futó erdősába fával ütközünk, fát találunk el. Tehát mindenképpen a sebesség csökkentése és valamilyen formában az úttesten tartása a gépjárműnek. Ha még le is mentünk a patkár, ott is stabilan tartani a kormányt és a sebesség csökkentésével ura lenni a járműnek. A vármegyében a következő napokban ugyan kevés csapadék várható, de a földek közelében továbbra is számítani kell mezőgazdasági járművekre és azok sárfelhordására, ami baleset veszélyessé teheti az útszakaszt.